Jó estét kívánok, kedves nézőink, a kedd este, akkor Erdély Kávéház. Ugye a kávéház, ahol beszélgettünk, a Sörház utcában, Marosvásárhelyen, egy csendes, rendes, nyugodt kicsi hely ebben az órában, de néha igazán keményen szól benne a rockzene. Hát akkor a mai vendégünk nem más, mint egy rockzenész, Asztalos Zsolt. Asztalos Zsolt, dobos, a rocksuli alapítója. 1974-ben született Marosvásárhelyen. Autodidakta módon kezdett dobolni tanulni 14 éves korában, 15 éve hivatásos zenész. Több együttesben is játszott már, jelenleg a Kosika and the Hotshots, a Bronx, az Eztán és a Saturated együttesekben játszik. Számtalan fesztivál díjazottja, a 2017. februárjában elindított Marosvásárhelyi Rocksuli egyik alapítója, oktatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gondolom ezen a néven mikor szólították utoljára? Ön most talán. Igen. De amúgy Asterix, ugye? Igen, Asterix, Asti. Asti, Asterix, ez honnan jön ez a név? Hát az Asterix az abból, hogy tehát az asztaloshoz is van köze, de olyan nagy daliás délceglegény vagyok, és elég mozgékony, úgyhogy hasonlítok a rajzfilm figurára. Na most ugye, amikor valaki megszületik, akkor még nem lehet tudni, mi lesz belőle, csak bömbölni tud, de aztán a fiúk életében eljön az a pillanat, amikor mindenki villanygitáros akar lenni. Én nem akartam. Elől akar szólózni a Van Halenbe, hogy akartam a sok lány szeresse, és van egy része, amik előbb-utóbb belátja, hogy hát inkább ülök hátul és dobolok, meg egyszerűbb otthon van egy csomó lábos, Asterix dobos. Igen, ugye? Dobokon és ütős hangszerekben játszik. Hogy lesz valaki dobos és ütőhangszeres? Hát én azt mondanám, hogy nem én választottam a zenét, hanem a zene, úgymond. Ez úgy mindig bennem volt, ez a bacillus. Tehát ekkora gyerekkoromban már szüleim elvittek egy esküvőre, egy rendezvényre, és mindig ott voltam a zenekar mellett, még a cirkuszban is mindig a dobost figyeltem, hogy mit csinál, hogy csinálja. Akkoriban nem volt YouTube, meg minden. A család az bírta, hogy otthon dobolás folyik? Család kevésbé, nem is nagyon engedélyezték ezt a dolgot. Igazából beirattak egy, akkoriban volt még zeneóvoda a szakszervezetek házánál, oda beirattak, azt úgy elvégeztem, és akkor a zeneoktatás az kimaradt. És aztán 14 évesen úgy a suliban a haverokkal zenekart alapítottunk. Rockzenekar. Igen. Aha. Szalamandra volt az első zenekarom neve. Sajnos színpadra nem is került. Az első zenekar, amelyikkel színpadra léptem, az a Nonsense volt. Ez volt Nonsense? Igen. 91-ben, ha jól emlékszem. Hát ez már a forradalom után volt. Igen. Ez már az új világ volt. Az Abba együttest ismeri? Hogyne. Még volt az első sláger, amivel befutott? Azt nem tudnám megmondani. Azt nem tudnám megmondani. Waterloo? Bocsánat, igaza van, igaza. Azzal én tudtam rosszul. Hányban? Ez már egy cikk, de 79-ben? Négyben? Akkor születtem. Na pont ide akartam kiukadni, hogy ma ugye eljárunk még koncertre, még korkedvezménnyel engem is beengednek, ott valaki itt hátul cefettül, és közben az ember úgy eszébe jut, hogy David Bowie abban az évben azt hiszem a Gyémánt kutyák című lemezét adta ki, a Rolling Stonesnak is megjelent egy csak rock and roll lemeze, igen. Az Abba akkor futott, akkor alakult a Scorpio zenekar. Igen. Bruce Lee nagyon jó filmet forgatott abban az évben, nem tudom melyiket, de sok verekedés van benne. Igen. Nem késő ez a rock and roll? Tehát most én csak arra akartam célozni, hogy a rock and roll még az én gyerekkoromban is már egy leszálló ágban lévő, vagy azt mondták, hogy leszálló ágban lévő hát műfaj. Szerintem, hogy most egy ilyen, nem emlékszem melyik zenekar mondta ezt, hogy a rock örök és elpusztíthatatlan, azt hiszem, hogy vagy a Pokolgép, vagy az Ossian. És ők szerintem, abból élnek. Ez szerintem így van, tehát ez egy örökérvényű műfaj.
az, amit elmond, az, ahogyan elmondja, az az őszintesség, az a tartás, szerintem semmilyen más zenémű fajban nem található. Igen, egy rock and roll zenész, az általában nagyon sok hosszú haja kéne legyen, rengeteg gyűrűt lássak rajta, tetoválásokra. Én nem vagyok az a típus, tehát az a típus rocker. Amúgy nem tartom magam rock zenésznek így, vagy jazz zenésznek, vagy nem tudom. Egyszerűen zenész szeretnék lenni. Akkor kezdjük az elejétől. Ma, ha dobolásból vagy zenélésből akarok megélni, Igen? Körülbelül hány helyen kell munkát vállaljak? Sok helyen. Tehát ahhoz, hogy egyetlen zenekarból úgymond fenntartsa magát az ember, az nagyon nehéz, mert nagyon híres zenekarban kell ahhoz zenélni, hogy annyi, vagy olyan... Van ma olyan romániai magyar zenekar, amelyik abból megél, hogy zenél? Csak egy zenekarként? Itt a környéken talán a Titán, meg a Defender, azaz Defender, mert hát az angolból átvesszük, akkor nem magyar. És a Bagosiék se élnek meg csak az zenélésből? Ők még az elején vannak, nekik úgy nagyon jól elindult most a szekerük, ahogy én ismerem őket, és ahogy én látom a dolgot, de ők még az elején vannak. De szerintem most már igen, ők is. Na és akkor Zsolt, Asterix, hány zenekarban játszik? Jelen pillanatban? Mm-hmm. Vagy öt zenekarban is. Csak hogy lesz ezt egyeztetni? Mennyi idővel előtte? Vagy milyen az élete egy dobosnak? Ez általában úgy van, hogy egy úgymond angol kifejezést fogok használni, de majd mondjam, freelance szabadúszó zenészként, hivatásos zenészként, az úgy van valahogy, mint a vendéglőben. Aki az először bejön, azt kiszolgáljuk. Uh-huh. Tehát aki először foglal dátumot, tehát van a Bronx, amiről én tudok. Igen. Ugye ez egy rockzenekar. Igen. Ez egy hard rock zenekar, igen. Milyen? Hard rock zenekar, igen. Okay. Akkor van egy Jazztán nevezetű zenekar. Újabban Esztán a neve. Esztán, bocsánat, Esztán. Ez a Hána László féle projekt, a Gáborral. Nagyon szép jazzzenét játszanak, magyar népi elemeket felhasználva, szétbontva, összerakva, igazán kellemes zenét. Igen. Na, ugye kettőnél tartunk, akkor van még Kosszika a... Kosszika and the Kosszika igazából az a főzenekarom, tehát ő egy picit elsőleges. Azt hogy nevezzük azt a stílust? Az a Kosszika stílus tudom, de... Azt mondanám, hogy zenei zakuszka. Zenei zakuszka. Igen, volt egy olyan zenekar is, nem? Abba játszott, egy olyan, ugye? Igen. Apostolák Eusebioval, ez egy nagyon kellemesen szóló zenekar volt. Igen, nagyon tehetséges. Az hogy nem tud befutni egy olyan zenekar is, csak hát egy újabb kapcsolzáról? És ez a romániai, erdélyi zenei ipar, idézőjelben nem is tudom, hogy nevezzem, piac, vagy minek nevezzem, az elég fura. Fura? Igen. Mi zavarja magukat a legjobban? Hát az, hogy bizonyos stílusok egyáltalán vagy nagyon... nagyon kis mértékben vannak jelen. Néha azt mondják a szervezők, hogy nincs klubélet nálunk. Tehát az nagyon... van, ahogy én észrevettem, van, csak meg kell keresni. A másik, ami engem például személyesen zavar, hogy jönnek magyarországi zenekarok, olyanok, akiknek a 3/4 CD-n van, és akkor elő valaki ott bénáz egy kicsit, mi pedig egy csomó pénzt elköltünk, mert azt hisszük, hogy éppen zenekart láttunk. Vagy ottan nem akarok senki tehát tiszteletlen lenni, vagy valami, de vagy ottan már lejárt produkciók. Úgy értem, hogy lejárt, hogy már tehát nem működő produkciók. Tehát van a nyilvánosságnak egy olyan része, illetve nem is nyilvánosságnak nevezném ezt, hanem nem nyilvánosság, amit mi nem tudunk. Igen. Csak ha ott ülünk hajnalig egy falusi bálban, egy sörnapokon, vagy egy nem tudom micsodán, a világ legotribb. Tehát tényleg már a zenének nem nevezhető dolgokat lehet ott látni. És a polgármesterek meghívják, megfizetik, és amikor egy zakuszkát meg lehetne hívni, vagy nem tudom, az inkább tönkre megy, vagy szétválnak. Kosszikánál hagytuk abba, pedig három zenekart soroltunk fel, ennyi van? A zsinagógában nemrég volt valami argentinest, az csak egy abban ilyen... én nem voltam, viszont volt flamenco est, abban igen, viszont észre arra tettem, gondoltam. Igen. Vannak ilyen beugró jellegű muzsikálások. Pusztai Tónival szoktam minden évben, jönni a gitárfesztiválra. Vele is nagyon szívesen fellépek, nagyon sokat tanultam tőle, ő egy nagyszerű zenész.
összegezzünk. Tehát van rock and roll, van egy kicsi jazz, van egy kicsi kocika. Igen. És hát egy kis flamengo. Most hogy lehet gyakorolni? Tehát reggel 8-kor fel kell. Azt már sajnos nem nagyon lehet, nem nagyon marad idő rá, de a gyakorlás az benne van a játékban. Tehát hogy, úgymond sokat muzsikálok is, akkor azáltal gyakorolok is, meg tanítok is. Gondolom, hogy a kettő, tehát a rock and rollnál ugye kell ütni a tám-tám, titi-tám, körülbelül ezt ugye elvariáljuk. A jazznél egy kicsit bonyolultabb, mert ugye végül is az egyetlen dolog, ami után tudnak menni a többi zenészek, hogy hátul valaki tartja a rékoszikánál, ugye nehezebb, utána kell menni? Minden esetben a szólistát kell kísérni. Én elképzelem, hogy nagyon nehéz lehet ez, hogy ma jazzelek, holnap rockolok, holnap, el lehet-e mélyülni igazán? Nagyon kell figyelni, és ebben én amúgy nagyrészt autodidakta zenész vagyok, és nagyon sokat tanultam ilyen szempontból, színházi munkáimból. Na. Hál' Istennek olyan emberekkel dolgozhattam, akik ennek a legjobb oldalát mutatták. És akkor megmutatta, hogy kell dobolni? Vagy? Nem, megmutatta, hogy hogyan kell figyelni, hogyan kell beosztani, tehát összpontosítani arra, hogy az a hang az pont akkor szólaljon meg, amikor kell. Nem és elég figyelni. Hogy lehet autodidakta módon megtanulni dobolni? YouTube nem volt, gondolom, a 80-as évek elején. Például YouTube-ról meg lehet tanulni dobolni? Ha valaki nagyon tehetséges, meg lehet. Egy bizonyos szintig el lehet jutni. Mi a dobnál a tehetség? Mit jelent az, hogy tehetséges dobos? Az, hogy van egy különleges ritmusérzéke, tehát egy rátermettsége, úgymond. Mert ehhez azt annak kell. Tanulható a ritmusérzék? Bizonyos szinten. Tehát ha megvan, az fejleszthető. Értem. Viszont ha nincs meg, az nem tanulható meg. Tehát ez nem olyan, mint a... Ugyanúgy, ahogy a hallás fejleszthető, de ha valaki a fontot egyáltalán nem hall, tehát jól, tehát nincs zenei hallása, akkor az viszont nem értesíthető semmi más. Na, akkor térjünk oda, hogy addig, mint nézte ezt a piacot, addig, mint gondolkozott és keresgélt, hogy szép napon alakítottak egy rock iskolát. Igen, ez mostanában indult. Na, erről beszélgessük egy kicsit. Igen, ennek Rocksuli a neve. Február 8-án volt indult, igen, ott a... úgymond a nyitó esténk, szülőkkel találkozunk, meg ilyesmi. Egyszer hány éveseknek szól ez a rocksuli? Ez 6 éves kortól tanítunk érdeklődőket, és... Miből áll? Hangszeres iskola ez? Igen, tehát van. A következő szakok vannak, és majd lesznek mások is. Ének, klasszikus gitár, elektromos gitár, basszus gitár, billentyűs hangszerek és dob és ütős hangszerek, tehát elég széles már úgy kezdődik. És egy gyerek, egy hangszer? Végül is választott több hangszert is, csak az a helyzet, amit én tapasztalok diákjaimnál is, hogy a gyerekeket manapság nagyon lefárasztják. És amikor oda kerül, 5 óra után már nem nagyon van mit oktatni neki, mert esik le szegénynek a feje. Uh-huh. Tehát... Én emlékszem, a gyerekkoromban volt egy úgynevezett szakszervezetek művelődési háza, Nagyváradon, és ott volt dobszak, tehát dobfelszerelés az kevesebb, mint ahány jelentkező volt, csak úgy ültek a széken, és úgy a térdüket kellett ütögessék egész délután, amíg az vörös nem volt. Maguk hogy állnak neki ez a rocksuli, ez hogy indul? Ezt gondolom, ez egy magánvállalkozás igazából. Igen, ez a Bronx Music Egyesület, tehát a zenekarunkkal, a Bronx-szal egy egyesületet hoztunk létre, és nekem ez régi vágyam, hogy egy oskolát alapítsunk, ahol a következő nemzedékeket ki lehet majd. De nem félnek attól, hogy konkurenciát fognak? Nem. Miért? És akkor, mikor megy nyugdíjba egy-két év múlva, ők fognak zenélni? Nem. Mindenkinek van helye szerintem a nap alatt, csak meg kell keresni azt. És mi lenne a cél? Hogy mit szeretnének, hogy a rock kultúrája a gyerekkortól tudjon különbséget tenni a Black Sabbath és a... Igen. Ez az egyik, vagy ismerje azt, hogy Toto volt egy olyan zenekarok, igen. Toto vagy Journey, vagy olyan zenekarok, amik nálunk kevésbé ismertek, viszont Amerikában. ZZ Top. Igen, igen. És ugyanakkor úgymond derekas fiatalokat neveljünk, mert mondom, ez a rockzene, ez egy őszinte műfaj. Maga szerint Erdélyben még lehetséges lesz magyar nyelven
Szerintem nagyon is. Hát 96 beiratott gyerekünk van az első fél évre, mondhatnám, hogy várakozásainkat jóval felülmúlt ezek a számok meg ez a... Mi annak idején, mikor lógtunk a suliból, nagyon ritkán meg, nem szabad lógni az iskolából, nem tanítunk rossz dolgokat, akkor általában moziba mentünk, az olyan bármilyen furcsa a mai embereknek, délelőtt is volt mozi. És emlékszem 2-3 olyan filmre, amire, hát volt olyan, hogy minden nap egyszer megnéztük, a The Band együttesnek a búcsú koncertjét, az utolsó valcert, ami hát elemi erővel hatott ránk. A The Bandről nem hallottunk, de meghívottakról, Eric Claptonról, vagy Bob Dylanról, meg még kik szerepeltek, Ringo Starr, azokról már úgy hallottunk, és volt még egy-két ilyen Elvis Presley film, ilyen rock and roll film. Jó, nem valami mély valami, de nagyon szerettünk, mert a moziban lehetett táncolni a sorok mögött, mi hátul rendesen végig táncoltuk a filmet. Ez Váradon történt? Ez Nagyváradon történt, igen, hát sok mozi volt, és az egyik mozi pont kerítése volt az iskoláknak, tehát ezt nem lehetett azért kihagyni. De tényleg egy életérzés volt, persze mi azt hiszem a szüleinket utánoztuk. Tehát ha lógtunk, akkor rokkon voltunk. Akkor mi lesz a maga rockiskolájával? Ha lógnak onnan a gyerekek, akkor a filharmóniánál lesznek? Vagy persze, könyvtárban? Nem kötelező jönni, nem, nálunk nincsen olyan, hogy vizsga, meg rossz jegyek, meg minden, nem ezzel próbáljuk motiválni a gyerekeket, vagy felnőtteket, akik oda járnak majd. Lesznek felnőtt hallgatók is? Vannak már, igen. Aha. Vannak már. Tehát még beiratkozhatnék dobolni? Persze. Jó. Sosem késő. Sosem késő. Igen. Mi úgy próbáljuk, tehát megpróbáljuk megszerettetni a zenét, a rock zenét velük. Mivel kezdik? Na, milyen egy óra? Bejön asztalos professzor úr, és azt mondja, hogy Chuck Berry, Rock on the Clock, vagy mitől? Nem, hát először is felmérjük a gyerek képességeit, és annak függvényében, hogy teljesen kezdő, vagy már haladó, vagy nem tudom, annak függvényében kialakítunk egy munkarendet, úgymond. Persze a gyerek rögtön jön majd ötletekkel, hogy ő a, nem tudom melyik Metallica számot már dobolgatja a párnákon otthon, és akkor ő azt szeretné, és persze megnézi. Van olyan, aki nagyon tud már? Van egy tanítványom, aki újabb, tehát van egy régebbi, aki nagyon ügyes, de van egy újabb is, mindketten botik. És az egyik boti, az újabbik. Újabb botik? Újabb boti, igen. Ő, tehát ilyen metallikákat, meg mindent így egy az egyben így végig dúdolja a dalt, nagyon jó füle van, hallása úgymond, és végig dugolja is, végig, és ott van minden, ahol kell, a felütés, meg minden. Mondom, Botti, ez nagyszerű. És akkor ebben a 96 gyerekből előbb-utóbb látunk nagy koncerteket? Igen, tehát már július 7-én lesz majd a fél év záró koncertünk, amire gála vendég is jön majd, még nem árulom el, hogy ki, hát kell majd figyelni a Facebookon. Az lesz a legkevésbé érdekes. Igen, ott lesznek a kölykök, meg minden, tanárok is fognak zenélni, a gyerekek is. Kik a tanárok, kik a kollégák? A bronz zenekar gondolom teljes. Nem, csak én. Bocsánat. Vagyok a tanári karban közülünk. Kovács Tímea fog éneket tanítani. György Zsolt, Zsolán barátom, elektromos gitár, Bibó Lajos tanár úr, klasszikus gitárt, György Imola, billentyűs hangszereket. Ő a volt Bután Imola? Igen. Igen? Még ismertem autóstop rajongókat. Igen, Zonda Attila barátom basszusgitár, és én magam pedig dobokat és ütős hangszereket. És hetente hányszor van foglalkozás? Heti egy foglalkozás van, amúgy házi feladatot is fogunk adni a gyerekeknek. Gyakorolni azt kell, mert az egyik szülő megkérdezte, hogy és kell majd gyakorolni, mert ott nincsen szem. Mondom, ha valaki valamivel foglalkozik, és jó szeretne lenni, a bármi legyen, az horgászattól elkezdve bármi, bélyeggyűjtés vagy bármi, azzal foglalkozni kell, mert ha nem, akkor abból nem lesz semmi. Mondtam, rossz jegyek nincsenek, másképp motiváljuk a gyerekeket. Mennyi tart egy ilyen iskola? Ez ameddig a diák óhajtja. Tehát fél éves oktatás van, ahány fél évre óhajt beiratkozni. És egyszerre hány gyerekkel foglalkozni? Egyéni oktatás egyelőre, tehát csak egy órán egy diák van jelen, és a tanár. Tehát heti 96 óra? Igen. Ha jól értem, igen, én ezt a igen, dolgot? Igen. Ja jó, ez oszlik emberek között. Igen, persze. Nekem személyesen 18 növendékem lesz. 18 növendék, heti 18 óra, mondjuk egy órát még készülök is hozzájuk, hát hogy akkor a hét nagyjából. Ez egy katedra. Mindjárt. Ha így veszük az állami oktatásban használt kifejezéseket, akkor ez egy katedra.
hát erősen nagy fejszét találtak. Igen, de szerintem nagyon fogom élvezni, és a kollégáim is, mert ilyen nem volt még, rocksulit még nem. Én értem, azért mondtam. A debreceni rocksuli mintára, úgymond mi a kis testvére vagyunk ennek az iskolának, tehát vagyunk már most ennek az iskolának, és nagyon sok segítséget kaptunk tőlük, nagyon sok tanácsot, ők 89 óta még a Kádár rendszerben megalapították az iskolát, sokszor a megszűnés beszélye is fennállt, de folytatták, és most már 20 fős tanári karuk van meg, nagyon komolyan. És nem fél attól, hogy a legtehetségesebb diákokat egy-egy esküvőn fogja látni, ahogy a kacsa táncol? Nem, alig várom. Alig várom, hogy, mert akkor bármikor átadhatunk egy zenélést, ha túl sok van, vagy ilyesmi. Tehát most az a baj, hogy én igazából azokat az embereket tartom igazi zenészeknek, aki minden stílusban megállja a helyét. Tehát én azért mondtam, hogy nem tartom magam kifejezetten csak rockzenésznek, én zenész szeretnék lenni, és az nagyon nem jó, mikor valaki helyettesítőt keresel, és akkor azt mondta, hogy van egy bosszanóba, vagy akármi, és azt mondja, ne, én csak rockot dobolok, azt is csak dupla a pedállal, tehát csak ilyen iszi. Hát, a fene tudja, az az igazság, hogy én személy szerint nagyon fájlalom azt, hogy a vendéglátóipari egységekből az élő zene kiszorult. És hogyha véletlenül beszorul, akkor mentse meg a jó Isten tőle, mert mikor azt látom, hogy az orgonista szólózik, és közben a keze így a levegőben van, akkor én azt nem szeretem. Nemrég kínozott végig egy vendéglőben egy hegedűs, meg egy villanyzongorista. Borzalmas, de tényleg az ember kínzással felér. Tehát ezt a rocksulit előkészítő kampányunkban, a promó kampányban bejártunk iskolákban, ilyen alternatív zeneórákat tartottunk. Igazából az élőzenét népszerűsítve, persze a rocksulit is, de ezen belül az élőzenét, és hogy a gyerekek hangszereket lássanak, kipróbálhassák, esetleg kérdezzenek róla a hangszer történetéről, miért van 4 húrja a basszusgitárnak, miért vastagabbak a húrok, mi az, hogy elektromos gitár. És miért nem zenész a basszusgitáros? A dobos. A basszusgitáros a zenész, de a dobos. Vannak zenészek, és van a bőgő. Igen, hát jó, nem gúnyoljuk őket, szeretem. Ez igaz, hogy a csajokat mindig a villanygitárosok viszik el? Amúgy ez megváltozott, nem tudom ön, hogy értékeli, de szerintem a művész státusa, nem csak a művész, az orvos is például teljesen mást jelent, mint a 80-as években, vagy a 70-es, vagy az, nem is, az 50-es években. 50-es, 60-as években. Amikor doktor úr, tehát az való ott fent volt, vagy a színész. Vagy a zenész. Vagy a zenész is. Jó Istenem. Most meg nem tudom. Megvárja a buszt, a végén szépen hazamegy. Nem feltétlenül erről akarom, tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hanem azt, hogy nincs meg az a tisztelet a szakma iránt. Mindenki azt gondolja, az olyan könnyű, az csak így pippak jön. Nektek könnyű, mert igazság, milyen sok pénzt kerestek. 80-as években megtanultunk zenélni mi is. Lemezjátszón, kazetofonon, aztán CD-n zenélünk. Most például egész estés zenét össze tudok rakni számítógépről, ugye igen, csak nyomok valami gömbokat. Most például a DJ a nagy sztár, tehát a DJ szerintem ő viszi el a csajokat. Ha erre választ. Hát amíg van csajok, elmegy a DJ-kkel. Jó. Nem tudom, de ő a nagy sztár. Tehát, és azt mondják, hogy voltam zenélni. Milyen hangszerem? Hát kevertem. És az is egy hangszer, mert nemrég neki szerettem volna fogni, hogy megtanuljam ennek a DJ-t. Igen. És? Egy, hogy nagyon, nagyon költséges dolog, tehát nagyon drága a cucc maga, és nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog. Tehát azt a lemezt, azt a vinilt, hogyha mondjuk ide húzom, akkor van egy hang. Stb. Na, sokkal egyszerűbb a két bottal. Hát jó munkát kívánok! Köszönöm, hogy itt volt, és harcoljunk együtt az élőzenért. Én is köszönöm a meghívást. Önök is. Legyenek igényesek, hallgassanak élőzenét. Néha torzít az erősítő, de azért még mindig jobb, mint amikor elveszik az áramot, és akkor nincsen tovább zene. Ennyi fért az Erdély Kávéházba ezen a héten, jövő héten ugyanebben az órában a viszontlátásra.